Híreket is elmondta a rádió. Épp bólintani készültem egyet a kunyhóba. Azt hallom ám, hogy bőg a jószág nagyon. Ha mi az Isten van, mondom magamba. Aztán kinézek a kunyhóból, azt látom, hogy a kutyám áll a karám mellett mozdulatlanul. Vele szemben egy kurva macska. Nem csinálnak semmit, csak ott állnak mozdulatlanul. A jószág meg bőg, mint a hétszentség. Aztán kivegyek a konyhóból, azt hittem beszarok. Nem macska volt az, hanem egy oroszlán. Oroszlán? Kurva egy oroszlán! Aztán azonnal beugrottam nekem, hogy ez csak az az oroszlán lehet, amelyik a minap megszökött a cirkuszból. Bemondta a rádió is a Kossuth. Aztán azt látom, hogy a Purima Hektor oda megy az oroszlánhoz, megnyalja a pofáját balról, aztán megnyalja a pofáját jobbról, az meg elkezd dorombolni. És? Aztán a Puri megkerüli, odaáll a háta mögé, fölágaskodik, azt jó megbassza. Hát ez jó, még a múlt heti. Még egy pálinkát. Hát azt tudod-e, Mihály, hogy vasárnap kutyaverseny lesz Patonán? Egy csomó lóvét lehet nyerni. Miféle kutyaverseny? Versenyfutás lesz, kutyáknak. Kutyafutó verseny. Ott a helyed, Mihály. Hova? Hát a kutya versenyre szeretnék benevezni. Hát de ezzel a kutyával ide erre versenyre nem lehet benevezni. Ezzel... Be lehet jönni, én csak azt mondtam, nem hogy ilyen fajta. Be lehet nevezni a kutyafutásba. Gyere picit. Majd én bevezetem magam. Köszönöm szépen. A 360 méterről
kérném szépen a startereket, hogy mielőtt felmennek 280 méterre, az időmérést rakják át a 280 méteres boxhoz. Van itt egy ember, aki a puliával akar nevezni a versenyre. Mihály, hát mit keres ez itt? Azt mondják, ide pulival nem lehet nevezni, csak agárral. Legközelebb, ha jössz, akkor agarat hozzá. Tudod, milyen az agár? Nem nagyon. Hát majd most meglátod. Hektor, bazd meg, itt mi nem rugunk labdába. Ezek azt hitték, hogy engem csak úgy bolondá lehet tenni. Hát tévedtek, nagyon tévedtek. Én azon megyek, azt elmesélem neki kocsmába, hogy megnyertem patronán a pulival az agárversenyt. Ezt is beveszik tutira. Bevették az oroszlánbaszást is. Na, én meg közben bevettem három felest, amit ugye ők fizettek. Most akkor azt mondd meg, Hektor, kik a bolondok? Ők vagy én? Gyere, húzzunk innen a picsába. Kérném szépen az agarakat a boxba. Szabad a na, csak benne lesznek a tévébe, miért mehetünk a picsába. Ezekhez az ércköcsökökhez tudja, hogy tartozik egy csomó ló is. De ezt majd a banketten kapják meg, ahol én ezzel a döggel be sem mehetek. Hát, azt nem tudom mennyi az annyi, de hogy nem két fillér, az biztos. Mert ezekhez a kutyákhoz jó sok lóvé jár, mert ezek hajtják ám a hasznot. De te mit hajtasz, mi? A szaros cseggű teheneket hajtod azt, meg engem a gyalázatba. Mondom, meg én egy agár. Versenyekre járnánk. Hogyha meghozná nekem a lóvét. Velős csonta letetném. Velős csonta? A csajok, azok meg buknának rám. Van itt is egy csomó. Pasiaiknak a kutyáikat futtatják. Azok meg fölmarkolják a lóvét.
Beütetik a csajt a kocsiba, aztán viszik versenyről versenyre. Hallottam, ahogy beszélték a büfét. Te, komám, van egy ötletem. Szedd a lábad, szaporán! Mosolyogjál, Hector, benne leszünk a nők lapjába. Mester, ide legközelebb agárral jöjjön. Gennyesre keresheti magát. Tehén ára is megvan egy ilyen kutya. Annyi biztosan van. Na de az meg is keresi az árát, nem úgy, mint te. Hocsin karasó tabak. Passzéva. Kérem szépen a 39-es után résztvevőit a sporthoz, a kitáskan. Egészségedre. Meddig marad Magyarországon? Még maradunk, mert ich möchte, szeretnék vásárolni egy puszta kutyát. Ilyet, mint ez. Magáé ez a puli? Enyém. Ez a német úr pont ilyen kutyát akar venni. Adj el neki. Hány éves? 43. Nem te. A kutya hány éves? Jó, az kettő lesz tavasszal. A tavaszi kutya. Nagyon szép kutya. Add el, adok cserébe egy agár. Kap érte egy agarat, és egy rakás pénzt kereshet vele. Gyere, mutatok neked agár. Modern agár, B-döntő, piros egyessel, olszat, terhám, becsavag. Kérném szépen a startból. Kérném szépen az agarat a boxba. Szabad a start. Ez, itt, ezek. Nem ez. Ez. Szuka. Ja, ja, a szuka. Szuka. Tud neked adni sok kis agár, hogyha tudod. Sok kis agár ad neked. Oké? Oké. Gyere. Köszönöm, köszönöm, ennyi. Ez kibaszás volt. Nem basztak ki vele. De mekkora kibaszás. A versenybíróság személyesen lekísért engem oda a starthoz. Már gyülekeztek a versenytársak, mind ilyen vékony nyápic kutya volt, csak halni járt belőlük a lélek. Aztán a puli egy teljes kört rávert a göthösökre. Aztán? Aztán azonnal körülvettek a fotósok, meg a tévések, interjút akartak velem csinálni. Aztán, ahogy ott
Adom az interjút, ez csak odaszól nekem egy ilyen német, kicsit tudok magyarul, hogy megvenni a pulit. Mondtam neki, hogy ide figyelj, nem eladó, különben is most nyilatkozok, ha nem látni már. És kiszúrtam már korábban, hogy egy bomba jó német csaj, egy ilyen agaras csaj, az így stírel velem, érted? Aztán mondom magamnak, most ez mit lehet? Én vagy a puli? Aztán intett így a fejében, meg kacsintott is, hogy menjek utána. Menti! Mentem egyetesen utána a lakókocsijába. Aztán? Magányügy.